Mindig öröm számomra, hogyha beszélhetek arról a kedvenc tevékenységről, amit egész életemben szerettem csinálni, és ez a régészet. És hát Abasár, be kell valljam, hogy a szívügyemmé vált az elmúlt években, úgyhogy örülök, hogy ilyen sokaknak elmondhatom ezt az előadást. Bemutatkoznék, tehát Makoldi Miklós vagyok, a Magyarság Kutató Intézet régésze, és 2019-ben kezdtük el Abasáron a nézelődést, az ásatásig pedig 2020-ban jutottunk el, egy október 12-i napon. Emlékszem, hogy szakadt az eső, de hát ez minden jobb helyen így szokott lenni. A minden kezdet nehéz, de a vége jó. És az előadásom pedig arról szeretne szólni, hogy miért is kezdtük el kutatni ezt az Abasári Királyi Központot, illetve hogy magák, az abák, azok kik is voltak. Ugye felhagyták itt nagyon jó szándékkal a trónszékeket a színházi díszletből a szervezők. Hát Abba Sámuelről így elsőre el kell mondjam, hogy azért nem akárki volt Abba Sámuel, hiszen a felesége, az Szent István királyunknak a húga volt a krónikáink szerint. És hát azt is tudni kell, hogy Géza fejedelemnek 4 lánya volt, tehát Szent Istvánnak 4 lánytestvére volt, és a 4 lánytestvérből 3-at külföldre leendő, vagy már királyokhoz adott, vagy trónvárományosokhoz adott feleségül, nemzetközi kapcsolatokat kiépítve, és csak egy embert, vagyis az egyik lányát adta Magyarországon feleségül, úgyhogy ez pedig Abba Sámuel felesége lett. Tehát az Abba nemzetség az nagyon fontos lesz a történetben, és próbálom a jelenlévő abákat külön üdvözölve, próbálom a abáknak a nemzetségét is helyére tenni, ugyanis a 20. század második felének tudományos megítélése, sőt talán egy kicsit korábbra is keltezhető ez, eléggé rossz irányba terelte az Abba Sámuel és az egész Abba nemzetség megítélését. Na most félreállok, hogy látszon a kivetítés valamennyire. Az előadásom címe, ugye az Abba nemzetség eredete a történeti forrásokban, és az Abasári Királyi Központ feltárása. Na most a források, azok nekem viszonylag egyértelműek, hogy mely forrásokat szeretem használni. Hát én a krónikáinkhoz ragaszkodnék, mert bármennyire is úgy gondolja a 20. századi magyar történetírás, vagy a 20. század második felének magyar történetírás, hogy a krónikáink azok így hiteltelenek, úgy hiteltelenek. Én úgy gondolom, hogy egy anonimus, aki mondjuk 1200 körül megírja a művét, 300 évvel a magyar honfoglalás után, bizonyosan jobban tudta, hogy hogyan zajlott le a magyar honfoglalás, mint mi, akik 1100 évvel később régészkedünk és próbálunk valamit összerakni, pláne a történészek, akik még az eredeti leletanyagot sem látják, csak a mi általunk kiásottból próbálnak következtetéseket levonni. Tehát a krónikáinkat én alapvetően hitelesnek tekintem, de lássuk, hogy mit írnak. Kálti Márk képes krónikája. Ír az Abba nemzetségről méghozzá azt, hogy az Abba nemzetség az Attila hun királytól származik úgy, hogy Csaba királyfi, miután 13 évet élt Honoriusnál, keletrómai birodalom császáránál, utána visszatért Attila halála után keletre, és a 13 év után feleséget választott Horezmből, ugye ez a Hvárezm, vagy Horezm állam Közép-Ázsiában, ami egy fontos helyszín, és ettől a feleségétől született meg Ed és Edömén fia, és amikor visszatérnek a Kárpát-medencébe Csabával a megmaradt hunok, akik tartják itt a Csaba nagyapjának, Attila apjának, Bendegúznak az utasítására, visszatérnek a Kárpát-medencébe, ugye a hun fennhatóságot továbbra is megtartsák a Kárpát-medencében, akkor Ed
kint marad, Edömén pedig visszatér a fiúk közül, és ettől az Edöméntől, tehát Attila fia, Csaba fia Edöméntől származik Kálti szerint az Abák nemzetsége. Horezmről itt látható, ha van nekem fényesebb fényem is, tehát Horezm az a Kaszpi-tengertől gyakorlatilag délkeleti irányba volt, gyakorlatilag a későbbi Baktria területe, illetve mai Észak-Afganisztán, Pakisztán fölötti rész. Kézai Simon ugyanezt írja le gyakorlatilag, hogy Honoriusnál töltött ideje után Csaba visszatér a Kárpát-medencébe, és Ed és Edöméntől származott az Aba nemzetség Edöméntől. Kálti Márk képes krónikájában ugyanez kerül alá támasztásra. Ki volt Ed és Edömén? Na most eddig ugye arról volt szó, hogy Ed és Edömén az Attila királynak az unokái. Anonymus viszont teljesen más összefüggésben kezeli az Ed és Edöményt, ugyanis Anonymus azt írja, hogy amikor a Kárpát-medence felé elindulnak Árpádék a honfoglaló magyarokkal, akkor először Oroszországban az oroszok ellen támadnak, és Szuzdál városát veszik be, és Szuzdálból Kijevbe mennek. És a kettő között segítségre hívja Kijev a kun vezéreket, a hét kun vezért, és a hét kun vezér, akiknek neve Ed, Edömén és a többi, tehát Anonymusnál a Ed és Edömén kun vezérként tűnik fel, méghozzá Árpád korában. Tehát nem kronológiailag, nem egy időben a Csaba fiaival, viszont a névazonosság az gyakorlatilag arra vezet, hogy ez az Ed és Edömén bizonyosan közös származású lehet a többi krónika Ed és Edöménével. Na most az a lényeg, hogy a kunok elmennek a kijeviek felkérésére Árpádék ellen harcolni, viszont amikor meglátják Álmosnak az addigi tetteit, amit tett a Kárpát-medence felé haladva, hogy hogyan győzte le a kijevi Ruszt, vagyis nem, bocsánat, a szuzdáli oroszokat, mondja Kijev hívta a kunokat, tehát hogy hogyan győzte le, ezért önként átállnak gyakorlatilag Árpád vezér szolgálatába, és így a kijevi Ruszt is elfoglalja Árpád, és ahogy írja is Anonymus, Álmos vezér kegyességét midőn látták, amelyet az oroszok irányában tanúsított, lába elé borulva önként meghódoltak Álmos vezérnek, és esküdtettek, hogy parancsolójukká választják, és hogy ahová szerencse viszi, mindenővé vele mennek. És ezt a hűségüket meg is tartották. Tehát az a lényeg, hogy Anonymus, a Kézai és Kálti Márk azt írja Edről és Edöménről, meg az Abákról, hogy hun származásúak, Anonymus pedig azt írja Edről és Edöménről, hogy kun származásúak, és behódolnak a kezdet-kezdetén a Szuzdál és Kijev között Álmosnak. Na most ez a hun vagy kun származás, ez véleményem szerint, mint ahogy a nyelvészetben nem szeretek belefolyni, mert régész vagyok, nem nyelvész, és, de azért a H és a K hasonulásról már én is hallottam, tehát hogy most egy forrásban kunnak vagy hunnak írnak valamit, azban nyelvészetileg nem sok különbség van. Tehát a többi összevetve az összes krónikánkat nyugodtan tekinthetjük úgy is azt, hogy ez a kun csapatok, akik Szuzdál és Kijev közt csatlakoznak, azok valójában keleti hun maradékok is lehettek. És akkor Anonymus leírja részletesen, hogy beérkeznek a bodrok közbe, ugye Árpádék, és a bodrok köz volt az első magyarországi szálláshelyük, fejedelmi központjuk. Ugye itt van az összes vezérsírunk is, Rakamasz, Tarcal, Karosi temető, Zempléni fejedelem sír,
szolyvai tarsói lemez. Tehát nagyon, nagyon sok esik ide a Bodrog köz területére, és azt írja Anonymous, hogy egyrészt itt Arccal vezérnek adományozza Árpád a Tisza Bodrog összefolyását, azaz Tokajt, aki itten Hímes udvar néven várat emel, de a Takta és a erdő alji területet, tehát gyakorlatilag a Zemplén és a Takta köztől északra, illetve nyugatra lévő területeket ennek az Ednek és Edöménnek adományozza. És aztán, ahogy tovább mennek, ugye a Bodrog közből átteszik egy idő után a Csepel-sziget északi csücskére a fejedelmi szálláshelyet. Ahogy tovább jönnek, gyakorlatilag a Mátra alja erdőkig Árpád minden területet Ednek és Edöménnek adományoz. Tehát már Anonymous is leírja, hogy tulajdonképpen a Zempléntől mai Salgótarján vonaláig az Abák földje terül el, amit ma is uralnak. Tehát 1200-ban, vagy Anonymous korában uralták. Na most itt csak azt kell elgondolni, hogy miért nem ejt más családról szót Anonymous, miért nem ajándékoz nagyföldeket másoknak, egyébként nem igaz, mert adományoz, tehát Szabolcsnak adja a szabolcsi földvállalat, stb. De azért, hogyha így belegondoljuk, hogy így jönnek fejedelmi székhely, először a Bodrog köz, aztán Budapest környéke, és gyakorlatilag a honfoglalásnak a fele területeit szinte egyből ennek az Ednek és Edöménnek a családjának, tehát az Abáknak adományozza, és hatalmas terület ez akkor. Tehát gyakorlatilag a honfoglaló hódításnak minimum az egyharmada, hanem a fele. Tehát valami nagyon fontos család lehetett, és ezt fogjuk látni a későbbiekben is. Hogyha megnézzük a 14. század korát, a kis királyok korát, akkor itt még abba a Mádéjé mindig teljes Kelet-Szlovákia, gyakorlatilag a mai Kelet-Szlovákia, ugye felvidék, és hát ez a Rátótok, meg Ákos István vidéke, azt még hozzá kell számolni, úgy nagyjából az Abák honfoglaláskorban birtokolt területeihez. És így már nem csoda az, hogy ha eljutunk István koráig, hogy Géza fejedelem vajon miért Aba Sámuelnek adja a egyszer Magyarországon maradó lányát, hát azért, mert a legnagyobb földbirtokos család, amit az ő családja tett a legnagyobb földbirtokossá, fejedelme, akkor éppen Aba Sámuel volt. Na most Anonymous még egyszer említi a kunokat, csak hogy a kun-hun vitára így visszatérjünk. Zolta vezér, ugye, aki Árpádnak a fia, meg vitézei mindenfelé gyökeret vertek Magyarországon, akkor Zolta vezér fiának, Taksonynak feleséget hozott a kunok földjéről, majd még életében megeskedte nemeseit, és fiát Taksonyt is, hogy Taksonyt elfogadják vezérré, és uralkodójává teszik egész Magyarország fölött. Na ez is arra utal, hogy a kunok földjéről hozott feleséget Taksonynak, aki egyébként Géza apja, hogy őket valahonnan keletről kunok vagy hunok, maradjunk ebbe, földjéről hozott feleséget. Tehát ez a kunok, már ezzel szokták még magyarázni, hogy hitelteleníteni a Anonymous krónikáját, hogy ez például azért nem hiteles, mert a 13. századi viszonyokat vetíti vissza a honfoglalás korára, mert a honfoglalás korában nem is voltak itt kunok, hanem csak 11-12. Században jelennek meg Magyarországon, ugye Szent László és a kunok harca, stb. És addig nem is voltak itt, tehát akkor jelennek meg a kunok, és ezt vetíti vissza Anonymous a honfoglalás korára, tehát ez hiteltelen. Hát véleményem szerint meg Anonymous itt nem azokra a kunokra gondol, akikkel Szent László hadakozott, hanem a keleti hunokra, akiknek a területeit akkor még konkrétan rendesen hun irányítás alatt is tartották, mert nagyon a
bizánci krónikák is inkább csak a Kárpát-medence és a Fekete-tenger vidékével foglalkoznak, de a Fekete-tengertől keletre és északra lévő területek az mindig a nomádok, barbárok földje, tehát a hunoké. És onnan házasodik kétszer is a Turul dinasztia, tehát az Árpád ház. Az első feleség az ugye Taksony felesége, a második meg az lesz, amikor Aba Sámuelhez adják István király lányát. Kézai mit ír Aba Sámuelről? Ugye tudnunk kell, hogy Szent Istvánt ugye királlyá koronázzák, 38 évig uralkodik, megteremti a magyar királyságot, apostoli királyságot hoz létre, tökéletes viszonyokat teremt, Európa legerősebb királyságát alapozza rá, arra a honfoglaláskori állapotra, ami hasonlóan jó lehetett, csak sokkal kevesebbet tudunk róla, de amit tudunk, az egyre jobban úgy látszik, hogy a meglévő késő avar birodalom szervezés az nem omlott össze úgy, mint ahogy azt tanították még nekem is az egyetemen, hanem egyre több a kapcsolat, ami mutatja az avar-magyar kontinuitást régészet terén is, és sok esetben bizonyítékok vannak rá, például, hogy a dél-dunántúli nagy ipari kohótelepek, amik az avar hadsereget ellátták fegyverekkel, ment a fegyvernek való vassal, azok egy az egyben élik meg úgy a magyar honfoglalást, hogy azok tovább használják a magyarok. Tehát nincs semmilyen 9. századi kihagyás, karoling, fennhatóság és éhhalál és pusztulás, amikor kiürül a Kárpát-medence, ahova elvileg ugye a besenyők bekergetik a hatalmi vákum által beszippantott magyarokat, hát ez nem teljesen így zajlott le, hanem itt egy avar-magyar kontinuitásról tudunk nagy részt beszélni, ami nagyban megalapozza a Szent Istváni királyság létrejöttét. És egyébként ezt még a kereszténység szintjén is mondhatom, hiszen a keresztény emlékeink azok avarkorban is vannak már keresztek, a honfoglalóknál is vannak keresztek a sírokban, és ezek a keresztek egyre jobban világossá válik, hogy nem a rabló hadjáratokból a megerőszakolt bizánci és római nők nyakából letépett, majd a saját feleségünknek adományozott keresztek, hanem azért hordtak keresztet a nyakukban, így meglepő, mert keresztények is lehettek köztük már a honfoglalóknál. Szóval a lényeg az, hogy Szent István, amit felépített, az Európában világszinten egyedülálló, és kit nevezett ki Szent István helyettesének, úgy hívták, hogy Palota Ispán. Ebből a Palota Ispánból lett később a nádori tisztség, aki a király helyettese. Hát úgy hívták a István király Palota Ispánját, hogy Aba Sámuel. Tehát Aba Sámuelt már Szent István Palota Ispánnál nevezi ki, és mellesleg a testvére, a felesége Aba Sámuelnek. Ugye Szent István testvére. És az a lényeg, hogy amikor Szent István és Imre herceg meghal, és Orzeoló Péterre hagyja Szent István a hagyatékát, ami egy nagyon nehéz döntés lehetett, és sokan sokféleképpen magyarázzák, ez az én saját véleményem, hogy azért hagyja Orzeoló Péterre Szent István a magyar királyságot, mert Orzeoló Péter rokoni és baráti viszonyt is ápol harmadik Henrikkel, a német-római császárral, aki mindig is meg akarja szerezni a magyar királyság egészét, mindig el akarja foglalni a Kárpát-medencét, és abba bízhatott Szent István, hogy ez az Orzeoló Péter van annyira jóba ezzel a harmadik Henrikkel, hogy nem fogja megtámadni Orzeoló Pétert harmadik Henrik, és így megmaradhat Magyarország szuverenitása. Na most ez így is történt, majdnem, csak Orzeoló Péterről nem gondolta Szent István, hogy amint meghal Szent István és Orzeoló Pétert királlyá koronázzák, onnantól kezdve szabad rablásba kezd, és gyakorlatilag végig erőszakolja katonáival a nemeseket és nemteleneket, és mindent feldúl és romba dönti anyagilag is az országot, és bizony ezen nem csak a nemesek, hanem a úgynevezett nemtelenek, tehát a köznép is felháborodott,
és hát kit választottak királyá? Az első magyar választott királyá, Aba Sámuelt, ugye Szent István palotai spánját. Szóval így kezd logikussá válni, ha én így elmondja valaki, mint én ezt a történetet, hogy Aba Sámuel az bizony egy komoly ember volt, és az Aba nemzetség még komolyabb. És Aba Sámuel 1041-től 1044-ig, mondjuk úgy, hogy 4 évig uralkodott. Ez alatt 3-szor támadta meg harmadik Henrik az országot. A 3 támadásból 3-at visszavert, csak az utolsónál már harmadik Henrik a Méhfői csatában megvásárolta a megvásárolható magyar nemeseket, akik a nyertes csata végén eldobták fegyvereiket és levonultak a harctérről, ezért elárulták a magyar királyt, és a magyar király így elbukott, és a Méhfői csata után menekülőre kell fogja, és menekülés közben éri a halál, és itt jön a képbe Abasár, mert krónikáink szerint ugye először Feldebrön temetik el, majd amikor elkészül az abasári Sár monostora, amit 1042-ben alapít, direkt azért Aba Sámuel, hogy az legyen király nyughelye, 44-ben hal meg, tehát nyilván nem épülhetett fel a sári monostor, ezért Feldebrőbe, a már meglévő kolostorba temették, szintén az abák földjére, akkor Aba Sáraba kerül át a király teteme, a sírja, és itt lesz a sírja idők végezetéig, amíg nem jönnek a régészek, akik ugye szerencsétlen bolygatják. De a lényeg, hogy Aba Sámuel azért a német-római teljes hadsereget 3-szor visszaveri. És ha nincs ez az árulás, akkor ezt a harmadik csatát is megnyerte volna. Másik, hogy azzal dicsekednek a német-rómaiak, hogy több püspök is elesett Aba Sámuel oldalán. Aba Sámuelre nagyon szokták azt mondani, hogy ő bizony pogány király volt. Na most ez a pogány király, ez onnan fakad, hogy jobb szerette a honfoglaló magyar nemesi családokat, mint Orzeló Péternek a német lovagjait. Ez szerintem viszonylag érthető, tehát hogy jobban ragaszkodott a saját népéhez és a Árpád magyarjaihoz, mint azokhoz, akik megerőszakolták és feldugták az országot. Viszont az is igaz, hogy a pápa 1043-ban, mit ad Isten, német-római hatásra, ugye a pápát a német-római császár nevezi ki, tehát ezt tudjuk, német-római császár hatására kitagadja Aba Sámuelt. Na most egy kitagadás, pláne egy király kitagadása, ez nem semmi dolog, de a kitagadásról azt kell tudni, hogyha az utcán bárki a pápa által kitagadott szemét meglátja és agyonveri, akkor jutalmat kap. Tehát a kitagadás az ezzel jár. Na most ehhez képest a Méhfői csatába, Aba Sámuel oldalán leírják az ellenségei, mint nagy tettüket, hogy több püspök esik el a Méhfői csatába Aba Sámuel oldalán. Na hát mennyire lehetett pogány az a király, aki kitagadása, pápai kitagadása ellenére még püspökök esnek el az oldalán. Tehát valószínű, hogy nem azok a püspökök se voltak teljesen Isten káromlók, azért, hogy egy kitagadott király mellett harcoltak, csak nem értettek egyet a pápa döntésével. De hogyha megnézzük Abasár környékét, vagy az abák földjét, akkor újra csak bizonságot nyerünk arról, hogy Aba Sámuel bizony a Szent Istváni rend helyreállítására tett kísérletet, és a Szent Istváni egyház építést próbálta tovább folytatni, és az abák területén, Észak-Kelet Magyarországon rengeteg 10-11. Századi templom bizonyítja ezt. Na most térjünk rá Abasára, magára a feltárása, miután megismertük így történetileg az abáknak a hátterét, az abáknak az Aba nemzetség történetét, mármint amit a krónikáinkból tudunk. Azt látjuk, hogy a Kárpát-medencében itt Abasár a Mátra erdők aljánál helyezkedik el, amit le is ír ugye krónikáiban
Anonymous, és Abasár a Alföld és a Mátrai hegyek találkozási pontjába, gyakorlatilag most sem messze a régi M3-as úttól, a fő kelet-nyugat irányú kereskedelmi útvonalon fekszik, és egyébként egy északnyugati Gyöngyösnél van egy északnyugati irányú kereskedelmi út. Tehát ez a Gyöngyös, Abasár egy nagy kereskedelmi központ, és méltó helyszíne egy királyi központ kialakításának. Na most, ha itt nézzük a településeket, tehát itt megy a mai M3-as, a korabeli 10-11. Századi M3-as, az pedig itt egy kicsit a hegyek lábán Gyöngyös magasságába mehetett. És még egy dolgot tudunk Anonymous-tól meg, hogy Abba Sámuelnek egy ősét ismerjük az Eden és Edöménen kívül, ez pedig Pata, aki várat is emel, és ott van az abáknak a ősi vára. Na most ez nem lehet más, mint Gyöngyös Pata, ami itt található, és Gyöngyös Patán egy nagyon szép földvár található, ebbe most nem megyek bele, egy nagyméretű 1 km x 600 méter körüli több osztatú földvár van, amiben egyébként egy olyan tatárjáráskor elpusztult templom található, aminek addig két periódusa volt, és a tatárjárás után is már a erejét vesztett rom templomhoz is még 38 plébánia templom tartozott jogilag. Szóval ez a 13.-4. században sem volt akármi, hogy a fél megye a templomai ehhez a rom templomhoz tartoztak egyházjogilag, tehát biztos, hogy egy ispáni központ ez a Gyöngyös Pata, de én hiszek Anonymousnak, hogy ez a Pata, ez egy komoly ember volt. Azt írja Anonymous, hogy ők is ettől és Edöménnől származott Pata, és ettől a Patától ered sok nemzetség után Abba Sámuel. Tehát ennyit ír pontosan Patáról. Na és hát ugye Gyöngyös Pata lehetett az óvár, mondjuk úgy, tehát a vár, amit megemlít Anonymous, és hát itt nagyon odébb, Borsod-Abaúj Zemplén megye, Abaújvár megye, az azért Abaújvár, mert a Gyöngyös-Patai óvár után a 11. században megépül az újvár, de még mindig az ezres évekről beszélünk, tehát Abba Sámuel koráról. Tehát az Abaújvár az innen kapja a nevét. És ez a birtoktest, ez gyakorlatilag egészen a honfoglalástól, tehát 9. századtól tulajdonképpen Károly Róbertig, aki a Rozgonyi csatában Abba Amádét legyőzi, egészen odáig egy birtoktest maradt, szóval egy nagyon-nagyon komoly családi erőt mutat ez is, és méltatlanul van elhanyagolva az Abba nemzetség a történelem folyamán, legalábbis a 20. századi történeti írásban. Na most Gyöngyös Pata említve van, Gyöngyös Solymos a patáknak a solymosi ága, Gyöngyös szintén gyönyörű 11. századi templomokkal rendelkezik, Gyöngyös Solymoson is ott a abák turulós sírköve a templomba, Abasár itt található, Gyöngyös, Mátrafüred és Abasár közt van a Sárhegy, ami Magyarország egyik legjobb szőlő területe. És akkor itt Markasz, Domoszló, Kisnána mind a hegyeken sorakoznak egymás után Gyöngyös-Solymostól meg Patától az Árpád-kori földvárak, a településeken a folyók vagy patakok mentén pedig a körülbelül a körtemplomból kinövő nagyobb létesítmények, mint például az abasári bencés monostor, amit Abba Sámuel alapított, vagy a kisnánai vár, ami szintén egy kerek templomból nőtte ki magát várrá, és ez pedig a nánai ága, a Abba nemzetség nánai ága vitte a fénykorára. És hát itt található még Feldebrő is, Verpelét, Feldebrő, Aldebrő,
ahol először eltemették Abba Sámuelt. Szóval, hogyha ezt mind feltárnánk, ezt csak azért mesélem el, hogy egy olyan gyönyörű 11. század rajzolódna ki, amiből lehet, hogy egy kicsit visszább mennének a kapcsolatok, még nem csak felfele a 11-12-13. Századra, hanem mit ad Isten például a Gyöngyöspatai Földvár oldalába, van a Gyöngyöspatai Földvár mellett két honfoglaló magányos sír, az egyik egy ezüstszabjás, a másik egy lovas sír, és a Patai Földvár oldalába van egy 200 síros későavar temető. Na hát az avarok se nagyon temetkeztek szerintem olyan helyre, egy domboldalra, ők inkább a síkot szerették a lovaiknak, egy domboldalra miért csináltak volna egy 200 síros temetőt, ha nincs ott a földvár, ami elvileg későbbi. Szóval ezt is kutatni kéne, hogy miért vannak a avar lovassírok, meg avar temetkezések a földvár falán kívül, a lejtőn. Hát valószínűleg azért, mert már ott volt a földvár korábban is. Szóval lefelé is mutatnak ugyanilyen kapcsolódási rendszerek, de a mi témánk az Abba-Sár. Most Abba-Sár, mint mondtam, Sárhegy és a patak között a régi kereskedelmi kelet-nyugat irányú főúton helyezkedik el, és már csak a Google térképre ránézünk, akkor látszik, hogy egy ilyen kör alakú központi része van, vagy vesse alakú, aminek a feltárás már a mostani Google térképen is kezd körvonalazódni, ugyanez egy drón felvétel, de itt látható, hogy van egy nagyon szép művelődési ház építve, amit a 60-as években engedély nélkül belemarkoltak a lelőhely közepébe, és mellette, vagy körülötte vannak azok a romok, amiket mi most feltárunk. Na most az Abba-Sárról annyit kell tudni a lelőhelyről, hogy ez a terület a II. Világháborúig a falu közepén egy beépítetlen domb volt. Senki nem akart odaépítkezni. A 18. században van alatt egy nagy hatalmas pincerendszer, ami a szocializmusban 70-80-as években 1 millió liter bort adott évente a Szovjetuniónak. Oda parkoltak mellé a tartálykocsis vonatok, és körülbelül leszivattyúztak minden évben 1 millió litert. Tehát olyan kapacitása van a pincerendszernek, ami alatta van. És már abban a pincében a Haller grófok 18. században elhelyeznek egy emléktáblát, hogy itt nyugodott Abba Sámuel. Szóval mindenki tudta, hogy Abba Sámuelt ide temették, erre a dombra senki nem építkezett egészen az 1950-es évekig. Itt a dombtető a Mátra irányába, látszik, hogy egy ház sem áll rajta. Erről egy hiteles fényképfelvétel is van, nem csak festmények. És hát 2020. október 12-én egész pontosan, amikor az első kapavágást megkezdjük, addigra már áll a területen ez a Lilaháznak nevezett épület, ami a Egerszóláti téreszelnök Dér Józsefnek a háza. Ő volt az első fecske a területen. Ő ezt ideépítette azért, mert a Abba-Sári téreszelnök egy utcával lejjebb lakott, és hát ki vagyok én, hanem az Egerszóláti téreszelnök, aki az Abba-Sári téreszelnök ott lakik? Hát én magasabbra építem a házam, és így van. Belerakta a régészeti lelőhely közepébe, szétrombolta a 10. századi rotundának a felét, csomó sírt megsemmisített, és ezt is tudom helyiektől, hogy szovjet, mert hogy szovjet laktanya volt Abba-Sár, a közel, nem is tudom, 6-700 tank állomásozott Abba-Sáron, tehát egy nagyon komoly, a Sárhegyen reptér van a mai napig, az is szovjet katonai repülőtér volt, vegyi fegyvergyár is van a Sárhegy tetején. Tehát egy komoly szovjet létesítmény volt, és az építkezést ezt körbeállták szovjet katonák az elejétől a végéig, tehát se régészet, se építési engedély, stb. A másik épület, a művelődési ház, hasonló utat járt be, ott sem volt
Építési engedély lehet, hogy volt, de régészet nem. Pedig 1954-ben ennek a helyén már a tűzoltó szertár létesült, és ott a tűzoltók kihívták a régészeket, és 54-ben megállapították, hogy itt sírok vannak, és itten bizony ez a Aba Sámuel bencés monostora. Falakat is találtak, sírokat is, ennek ellenére 50-es évek második felébe, 60-as évek elején kimarkolják 600 négyzetméteren, 4 méter mélyen a helyét a gyönyörű művelődési háznak, ami egyébként újonnan se volt szép szerintem. Tehát ez a friss állapot, az új átadás. És amikor itt kialakul ez a sík plac, a kert, vagy a rendezvénytér, ezt a park, igen, ez a helyes kifejezés, tehát amikor parkosítják, ezt úgy csinálják, hogy a domtetőt azt eldózerolják a falakkal, meg az egész múltat végképp eltörölni szemlélet jegyében mindenestül eldózerolják, és így a domb oldalába betolják a domb tetejét, és a domb oldalába, vagy a tetején, hála Istennek, annyira masszívak voltak ott már szerintem a lánctalpasok is akadoztak az alapfalakban, tehát ott megmaradt a templomnak az alapfala és a padló szintje, de 10 centim múlott, 10 centim. A domb oldalból ott meg 7 méter vastag a feltöltési réteg a 20. század, szóval abból a 7 méterből látszik, hogy mit dózerolhattak le fentről. És egyébként nekem biztos vagyok benne, hogy a 20. század elején meg a 19. században itt még álló romfalak lehettek. Tehát nem véletlenül nem épített ide senki. Egyébként a megdöbbentő volt, hogy a feltáráskor kiderült, hogy egészen a monostort, azt egészen használják a 1600-as évek közepéig, 1636-os, ha jól emlékszem, az utolsó pénzünk, amit találtunk. Tehát nem csak az abák idejében, hanem ez a bencés monostor a török korig, 17. századig fennáll. Ennek ellenére az egész bencés monostorról a leghosszabb leírás, az egy egri múzeumi évkönyvben megjelent Heves megyei egyházas helyeket összegyűjtött cikkben, egy fél oldal. Most a Pannonhalmi apátságnak a honlapján, ami az összes bencés helyet tárgyalja, ott 3/4 oldal, de könyörgöm, egy királyi temetkezési hely felett álló bencés kolostor, ami 600-700 évig működött, és ennyi, egy fél oldal. Tehát hihetetlen, hogy micsoda, nem csak a fizikális pusztítás, amit itt végeztek a művelődési házzal és a lilaház megépítésével, hanem a többen mondták ott helyben, hogy ez ideológiailag is megvolt. És senki nem kutatta se. Aba Sámuelt még csak-csak, de magát a bencés kolostort nem. Aztán a közfelháborodásra 1971-ben volt egy feltárás, ami a parkosításnál, a park rendezésnél eldózerolt romokat volt hivatott megnézni, és ez meg sikerült egy ilyen kis, inkább ilyen kerti partira, ott a Borvidéken. Ugye látszik, hogy nőből szinte több volt, mint ásatómunkásból, és sajnos a Nagy Árpád, a régész, az pár év múlva meg is halt, úgyhogy amit kiásott, azt 3,5 oldalnyi régészeti jelentésén kívül magába vitte a sírba, a régészeti leletanyag sincs meg, pedig nagy dolgokat talált, például ezeket a sírköveket, amelyen itt egy olyan kereszt található, amelynek párhuzamai. Tehát ezt a 3 sírkövet ezt ő találta, és hála Istennek ez a Gyöngyösi Múzeumban megvan. De ezt is onnan tudtam meg, hogy élt még egy ember, aki segített felrakni az ifára, és mondta, hogy ezt nem Egerbe vitték, mert a Gyöngyös közelebb volt. Ezt Gyöngyösre vitték, de erről semmi irat, és elmentem a Gyöngyösi Múzeumban, végigkerestem, és egy külső raktár dufartja alatt jelzett nélkül ott van ez a 3 kő, és csak erről a kőről tudom igazolni, hogy ez Abassáról származik, mert erről van egy múzeumi fotó, vagy a Gyöngyösi Múzeumban volt egy gótikus kiállítás, és látszik a tábla felirat, hogy Abasár. Tehát így
ennyi. De ez, és Nagy Árpád 3,5 oldalában leírja, hogy 3 sírfedlapot visz be a múzeumban, csak azt elfelejti, hogy Gyöngyösre. Na és hát ennek a sírfedlapnak a párhuzamai, ugye ez a Szent István felesége Gizella passzaui sírja, itt is, ez pedig Első András sírja Tihanyba. Tehát, hogyha valamire azt kéne mondjam, hogy az Abba Sámuel sírköve, akkor arra azt mondanám. Szóval Nagy Árpád nem tudom, hogy hol találta azt a sírfedlapot, de sajnálom, hogy nem mi találtuk meg. És hát Nagy Árpád után 71-72-ben parkosították, füvesítették a területet, és úgy minden elfedésre került, amit ki is ásott, azt is visszatemették, és utána egy helyi önkéntes csapat, a mostani alpolgármester Gróth Zsolt kezdeményezésére 2006-tól 2010-ig kisebb-nagyobb szünetekkel kiásták újra a tényleg dózerrel eldózerolt falaknak a legértékesebb részét, ami már a Nagy Árpád által feltárt és Dér József által részben elpusztított legkorábbi épület, a kerek templom, azaz rotundának a falai és annak oszlopai, és ezt 2006-8-ban kiásták, és ez ott is maradt egészen 2020-ig, amíg mi nem folytattuk az ásatást, egy idéglenes egyévesnek szánt védőtető alatt, ami aztán teljesen összerogyott, már beázott, már a falak omlottak, oda jártak a helyiek cigizni, drogozni, inni, tele volt szeméttel, és a klasszikus Árpád-kori kiemelt régészeti helyszín pusztulásának összes tünetét mutatta. Tehát ez a legjobb példa arra, hogy miért nem szabad olyat kiásni, amivel nincs célunk. Tehát nyilván nekik is céljuk volt, csak aztán nem tudták folytatni, megakadt az ügy, csináltak egy idéglenes védőtetőt, amit egy évre terveztek, hát majdnem 15 évig volt rajta. Pedig maga a rom, az gyönyörű volt már akkor. Sajnos nem túl tökéletes rajzok és dokumentáció készült erről az ásatásról sem. A valóságban például ez a fal, meg ez a fal teljesen párhuzamos egymással. És itt a rajzoló az meg leült az egyik sarokba, és úgy rajzolt egy felülnézeti fotót, hogy így diákok méregették neki a centit. Szóval, hogy nem sikerült ezt a két falat párhuzamosra rajzolni, ez nagyon bánt, mert ez meghatározta a feltárt, ez a 80 négyzetméter az egész további 10 évnek a feltárásait, vagy értelmezését, tehát ennyi volt feltárva itt a sötétkék, és mi meg ezzel a piros négyzettel kicsit ki akartuk bővíteni ezt az értelmezést, amit Buzás Gergely alkotott meg, hogy volt a körtemplom, és akkor hozzá csatlakozott egy palota, gyakorlatilag mind a kettő kétszintes, és akkor így a palotából kis hídon tudott átsétálni Abba Sámuel a misére. A körtemplomba, illetve egy kis kápolna is rekonstruálásra került, amiben talán a sírja lehetett. Na most a lila ház az meg erre épült rá, tehát itt ez el lett bontva. A műfház meg itt így áll. Na most ebből csinált Buzás Gergely egy ilyen, ő a Visegrádi Múzeum vezetője, egy ilyen elméleti rekonstrukciót, ami a előkerült leletanyagból egy nem rossz ötlet, de amikor 2020-ba elkezdtük a feltárást, akkor bizony nagyon megváltozott a történet, mert itt van a kerek templom, és itt van az, amit Buzás Gergely palotaszárnynak gondolt, viszont erről az épületről kiderült, hogy ez nem erre folytatódik tovább, hanem erre, tehát így keresztirányba, de ami a fontos, hogy mellette megtaláltuk egy olyan templomnak a szentélyét, ami első ránézésre is sokkal nagyobb, mint maga a kerek templom, tehát csak a templom szentélynek az eleje szélesebb, mint a kis korai kerek templom. És hát itt nem csak megtaláltuk az oltár, és megtaláltunk fontos oltár melletti sírokat is,
És hát így az első év egy hónap alatt feltárt ásatásaiból jelentékenyen módosult ez a feltárási rajz, és a kutatást húzta magával, hála Istennek akkor volt pénz és akarat 2022-es folytatásra. Ez nagyban hozzájárult ez a sírfedlap is, amit a templom oltára mellett találtunk. Ugye ez egy Abba nemzetség címerét ábrázoló, királyi koronás sisakon ülő turulmadár, illetve alatt a címerpajzson szintén turulmadár, ez maga az Abba címer. Ezen annyi van itt még, hogy van három ilyen sáv, ami lehetne az Árpád sávosztás a címerpajzson, viszont én azt is gondolom, hogy Abba sárnak a címere az most is három torony. És ez lehet, hogy a Abba sár első megmaradt címerábrázolása, a gótikus minuszkulás körfelirat pedig arról szól, hogy János és egy talán Margit fiai, Mihály és János az Úr megtestesülésének 1450. évében. Ez a felirat, és ez nem lehet más, mint a kisnánai vár építtetői Kompolt László unokái, Kompolt János fia János és az ismeretlen testvére Mihály, de a sírban is a Mihály csontváza az egy elég beteges fiatal fiú lehetett, tehát a források valószínűleg azért nem szólnak róla, mert 17 éves korában meghalt. Tehát ez a sírkő itt látható a Abák címere, amit egészen a mai napig tulajdonképpen használnak, és a 15. századi verziója ennek, és hát itt a nagypapának a sírfedlapja, a Kompolti Lászlóé, ami a kisnánai várban került elő a két világháború közt, mikor Leventék úgy döntöttek, hogy társadalmi munkába rendbe rakják azt a várat, és Lux Kálmán a Magyar Nemzeti Múzeumból kijött és lefotózta ezt a sírfedlapot, és hála ezért a fényképért, mert a sírfedlap eltűnt a másik világháborúba. Bárki tudja, hol van befalazva, fizetek neki valamit. Nagyon jó lenne, ha meg lenne. És hát mit tudunk még a krónikáinkból? Azt, hogy ez a király itt a képes krónikában, ez is egy madárral a pajzsán ábrázolt király, akiről azt tudjuk, azt írja le a képes krónika, hogy ez bizony egy turul madár ezen a pajzson. Ezt így írja le a képes krónika. És ki a király? Hát bizony Attila király, a hunok királya. Ezzel kezdődik a képes krónika, és azt is hozzáteszik, hogy a Abák és a Turul dinasztia is, Árpádék is a Turul madarat használták címerállatként egészen Szent István koráig, amikor Szent István bevezette az Árpád sávos címert, és elhagyta a Turul madarat, még az Abák tovább használják gyakorlatilag a mi általunk feltárt 15. századi sírkőig is. És 2021-ben tovább terjeszkedtünk, feltártuk a templomnak a feltárható részeit, itt van rajta a művelődési ház. És hát ahogy haladtunk a feltárással, úgy jöttek elő egyre érdekesebb részek, kiderült, hogy ennek a templomnak csak a szentélye 18 méter hosszú, 9 méter átmérőjű, és még a templom hajó az itt arrafele folytatódik, arányaiban 30 méter hosszú és 12 méter széles, tehát egy 45 méterszer 12 méteres templom a kezdeti kis körtemplomhoz képest, aminek 10 méter körül van az átmérője, itt látszik az álló lilaház, ami ezt elpusztítja, és ez az épület, amit Buzes Gergely pedig palotaszárnyak vélt, az nem más, mint a Bence és Kolostor fő templomához északról csatlakozó Kolostor szárnynak az első terme, és a Kolostornak a belső udvara az pedig itt található, és ez alatt az épület alatt pedig ott van egy kút, ami ma is megvan, a pincerendszerből megközelíthető, az a kút pedig a Kolostor udvar közepének a ivókútja. Na most
így egészen jól kirajzolódni látszott a kolostor, és annak a temploma, és hát egyszerűen hihetetlen ásatási élmény volt az nekem, régésznek, hogy ez egy, csak az épület maga 5000 négyzetméter körülbelül a teljes kolostor. A kertje az legalább még 5000 négyzetméter. Tehát egy 10000 négyzetméteres objektum, olyan, mint itt velünk szemben kinézünk a Margit-szigeti domonkos kolostor. Ugyanakkor a léptékű, csak ez nem Budán, nem IV. Béla által a saját lányának épített kolostor, hanem egy 11. századi vidéki kolostor, amit Abba Sámuel alapított temetkezési helyéül. Tehát ez egy nagyon jó példája volt annak, hogy a vidéki ásatások és a vidéki árpádkori székhelyek bizony senki nem gondolta volna, de én sem, de senki nem gondolta volna, mert egyszerűen kis hitűnek vagyunk nevelve, hogy vidéken, a vidéki királyi székhelyek közt ilyen hatalmas, monumentális építkezésre fogunk bukkanni, ami mellett most már kezd eltörpülni ez a nagyon nagy monumentálisnak kinéző 600 négyzetméter alapterületű művelődési ház is, ami remélem nem sokáig rontja az összképet. Nem, a művelődési ház az életveszélyessé van nyilvánítva, bontási engedély, érvényes bontási engedély van rá, úgyhogy bárkinek lenne fölösleges néhány 10 millió forintja, szívesen látjuk, és el lehet bontani, és alatta folytatni a feltárás, csak annyi, hogy a 2/3 4 méterig alá van alaksorozva, amit a helyiek el is mondtak, hogy szekérrel, markolóval bontották, és szekerekre rakva hordták ki a tatármezőre, ami persze a későbbi katonai lőtérnek a helyszíne, tehát azt sem lehet nagyon vizsgálni, mert eldózerolták ott is a katonai lőtér területén, és hát az a lényeg, hogy tele volt koponyákkal és faragott kövekkel ez, amit kihordtak. Ez amúgy nem is csoda, hiszen itt végig csak ez a kis cikk, amit feltártunk, ezen a kis cikken több mint 250 sírt találtunk. És hát ez így körbeveszi az egész területet, sőt kutatóárkainkban az egész templom területe tele volt temetkezésekkel, de még a belső udvar is csurig van, tehát több ezer sír van. De ez nem is csoda, hiszen 600 évig használták. És itt látható ez az utca, ami szépen körbevette egykor a területet, tehát maga a teljes kolostor az ekkora méretű volt. És hát egy kép a háttérre, látjuk ide is, hogy az oldal is lássa, tehát hogy itt van a központi domb, mögötte a Sárhegy, errefele a Mátra, és itt van a ma is álló plébánia templom, a szomszédos dombon, és ez a plébánia templom, ez azért jó, mert falkutatása volt a 80-as években, és arról is kiderült, hogy egy centrális elrendezésű, négykaréjos, bizánci típusú 11. századi templom az alapja. 300 méterre van egymástól két 11. századi templomkomplexum, de erről bebizonyosodott, hogy ez a bencés kolostor, ez pedig valószínűleg magának a királyi központ, udvarház és kiszolgáló település plébánia temploma lehet. Na most folytatva az ásatást, a templom szentélyébe előkerült még itt a gótikus padló egy része látható, amit a 15. században raktak egy újítás során, de itt középen előkerült még két faragott Abba címeres sírfedlap egymás mellett, amelyek érdekes módon félkészek, tehát se sírfelirat rajtuk, se a turul nincs úgy kifaragva, se a korona a címeren, vagy a sisakon, se semmi. Viszont ez azért volt, mert valószínűleg a fedlapok későbbiek, 200-300 évvel, mint a bent talált halottak, és már nem tudták név szerint, hogy kik, csak azt, hogy abák,
és ez egy többször kinyitott és lezárt sír, ugyanis a későbbi dúlások után, tehát a huszita dúláskor ide csontokat dobálnak még be, tehát osztáriumként is használták, és de a sír alján ott volt a két eredeti halott, és a templom külső oldalán, itt a körtemplom, pedig a sok-sok kőládás 10-11. századi, sőt 16. századig a sírok végig százával. És hogyha valakit szeretnék mondani, hát ez a középső, a szentély közepén lévő középső sír, na ez egy olyan helyen van, ahol lehetett Abba Sámuelnek a sírja. C14-es vizsgálattal megnéztük a szentélybe lévő összes sírnak a korát, archeogenetikai vizsgálat alá is mondtuk a szentélybe lévő összes sírt. Sajnos szorvány csontok voltak a 11. századból, osszáriumba összedobált csontok között, viszont 11. századi teljes vázat nem találtunk. Ez annak köszönhető, hogy a tatárok a tatárdúláskor porig rombolják a templomot, és valószínűleg Abba Sámuel sírját is megsemmisítik, de hogyha a helyét keresném, én ide raknám, ahova aztán a 13. században, bocsánat, 14. században két sírt raknak. Na most a genetikai vizsgálatok, ez majd publikálásra kerül, de így mondhatom azt, hogy sikerült egy nagy eredményt hozni, bár Abba Sámuel sírja nem lett meg, de sikerült a genetikai kapcsolatok vizsgálatával a templom szentélyébe kihozni egy rokoni kapcsolatban álló öt főből álló rokoni csapatot, ami kizárásos alapon egy ilyen templom szentélyében nem lehet más, mint az Abba nemzetség. Ezt alátámasztja, tehát a három sírfedlapos sírban voltak a három rokon, illetve az oltár mellett lévő fedlap nélküli sírokban még kettő, tehát a legfontosabb helyeken vannak ezek, tehát az egyiknek a felirata is ugye a kompolti abanembeliek, tehát egyértelmű, hogy ezek az abák. És mit mutat az abák genetikája? Hát annyit mondok, ez még nem publikus, de erősen kelet felé mutat. Nem azonos az Árpád-házi Turul dinasztiának a haplocsoportjával, tehát nem az Árpád, nem a székesfehérvári osztáriumban talált Árpád-házi királyaink csoportjába tartozik, viszont ez is egy elég ritka, jól követhető, jól nyomon követhető haplocsoport, amely Kelet-Ázsiába mutat. Tehát ugyanoda gyakorlatilag a mongolok területére, az ázsiai hun birodalom területébe, korban és térben is, mint a Turul dinasztia. És így, hogyha visszanézzük a Árpád-házi, hogy a királyaink számára íródó krónikákat, viszonylag egyértelművé válik, hogy ez az Abba nemzetség, ez tényleg nem kun volt, hanem tényleg hun volt inkább, és egy olyan ősi hun nemesi család volt, aki még a Kárpát-medencébe érkezés előtt csatlakozik a Turul dinasztiához, az Árpádékhoz, és nem véletlenül kapja meg alanyi jogon, mondhatnánk így, a fél Kárpát-medencét gyakorlatilag Árpád korába. És gyorsan 5 percet kérek még, lepörgetem itt a templom szentélyébe találtunk egy boltozott sírkamrát is, ami egy mellékoltár alatt volt. Ebben 4 halottnak a teteme volt. Ezek nyilvánvalóan papi sírok lehetnek. Nem volt köztük genetikai kapcsolat sem. Viszont a török dúlás megbolygatta ezeket a sírokat, törmelék is került beléjük, és még egy érdekes kő, amit a munkásom nem tudott megszólalni, ezt muszájok elmondani, tehát így felállt a sírból, és így integetett, ott álltam 5 méterre tőle, és nem tudott megszólalni, csak... És... Na, jaj, bocsánat, az én vagyok. Lejárt az időm ugyanis.
Tehát nem tudott megszólalni, és mutogatott. És amikor megfordítottuk ezt a márvány töredéket, akkor bizony ezen Szűz Máriának a faragványa látható. A feje, aki kezében tartotta a kis Jézus, kis Jézusnak a glóriájának a pereménél van pont letörve. És hát ez egy ilyen mosolygó angyal, egy mosolygó Szűz Mária ábrázolás, ami a 13. század elejére tehető. Viszont a Kárpát-medencében olyan egyedülálló darab, ami hihetetlenül, hát olyan ritka, hogy egyedülálló, tehát nincs ennek párhuzama a Kárpát-medencében. Igazából a rajta található festés is megmaradt, és digitálisan feljavítottuk restaurátorokkal, valószínűleg aranyozott glóriája lehetett egy ilyen talpas kereszt a homlokán, és akantusz levelek és félkörívek társaságában egy gyönyörű oltárképnek lehetett ez a fő oltáron. Egyébként Boldogasszony tiszteletére szentelt a templom főoltárán, a tatárjárás után valószínűleg ez lehetett az oltárkép, és hát ennek olyan párhuzamai vannak, mint a híres Reims-i székesegyház mosolygó angyala, vagy kacagó angyala a Franciaországban, amik azt mutatják, hogy az abák, amikor ezt a templomot, a tatárjárás után a teljesen porrárombolt templomot újjáépítik, olyan mennyiségű pénzzel rendelkeznek, hogy európai színvonalú szobrászokkal készítettek oltárképet. És hát maga a feltárás is azt bizonyítja, a méretek, illetve az általunk próbáltuk azt csinálni, hogy ne hagyjuk magára az épületet, hanem amit feltárunk, mi az állagmegóvásra törekedtünk, illetve a bemutathatóságra, és ami értelmezhető volt, azt visszaépítettük. A kerek templomról jó hír, hogy sikerült a lilaházat lebontanunk, azt a helyén sajnos egy másfél méter mély sziklába vájt gödör, alaksor, tehát ott minden elpusztult. Azt írta a életrajzi könyvében a Dér József, hogy a talált csontokat, amit ő nyilván Abba Sámuelnek tulajdonított, azt egy megmaradt sírkamrába eltemette a kertjébe, egy másik sírba, és még papot is hivatott, hogy megszentelje. A valóság az, hogy amikor feltörettük a betont a kocsi lejáróból, ami levezetett a pincébe, a beton alá volt ilyen ipari mennyiségbe, tehát legalább 100 ember maradványa beszorva a lejárat alá, tehát ennyit a papot hívott, meg megszentelték. Igen, ment az alapba. Tehát itt látszik, hogy ugyanilyen temető volt itt a Lilaház helyén, amit elpusztított, és mostanra már kezd kialakulni egy olyan állapot, ami 2-3 méter magas falakkal, és gyakorlatilag egy kultúrált, visszaépített nyílásokkal, amit a helyükön találtunk meg, és ott rekonstruáltuk. Ez az ajtó, ez egy emeletről tűzvészkor beszakadt 15. századi ajtó. És hát maga az alaprajz értelmezése, az meg kihozott egy olyan értelmezést, ami egy tatárjárás után épített egyhajós 45x12 méteres templom, és az alatta megbúvó korai háromhajós 11. századi kéttornyú bazilika alaprajzát mutatta meg, és valószínűleg ebbe volt eltemetve Abba Sámuel. Vagy az oltárra lehet, vagy a közepén itt található az a nagy sír, amit mutogattam. És hát ennek a 13. századi templomnak tényleg édes testvére a Margit-szigeti Domonkos Kolostor temploma. Annyi, hogy itt a kolostor a déli oldalon van, a mi oldalunkon meg az észak, mi esetünkben az északi oldalon. De azért ez Lux Kármánnak szintén a rekonstrukciós rajza a Domonkos Kolostorról a Margit-szigeten. Tehát gondoljunk bele, hogy negyedik Béla a saját lányának azért, mert megmenekült a tatároktól a magyar királyság, épített egy kolostort, és Istennek ajánlja fel a saját lányát, és mi pénzt ráköltheted?
a sehol nem említett abbák meg egy ugyanilyet építenek ugyanekkor a Bassáron, a porig rombolt régi templomjuk helyén. Micsoda anyagi forrásokkal rendelkezhettek még akkor is. És hát nagy a reménységünk abban, hogy ezek az épületek, amik itt még rajta vannak, ezek majd a múltá válnak. Reméljük, hogy sikerül lebontani a művelődési házat, ezt a borkombinátot, ezt az épületet, és akkor egy szép, nagy területen tudnánk ezt a régészeti parkot kiterjeszteni. Azt nem felejtve, hogy itt a túloldal is lakóépületek is rajta vannak a kolostoron sajnos. Ez volt az első skiccem, hogy így próbáltam elmagyarázni, hogy ez mégis hogy nézett ki. Aztán azóta már születtek szofisztikáltabb verziók is róla, sőt 3D-s lézerszkenneres felmérés is készült, ami az alatta lévő pincerendszert és a kútnak a helyét is mutatja. Itt van a kút a pincében, ez volt a kolostor középső kútja. Ma is még közel 20 méter mélységű, és még nincs feltárva az alja. És ezek alapján, a felmérések alapján rekonstruáltuk azt, amit, vagy állagmegóvtuk, és próbáljuk bemutatni, amit lehet. És hát megdöbbentő, hogy egyébként a pince szint alig 1,7 méterre van a mai felszintől. Tehát ezeken gondoltam, hogy rohangáltuk rajtuk ugye 10-11 tontás gépeinkkel, hogy beszakadtunk volna, de nem szakadtunk be. És hát az idei jó hír az, hogy itt a kerek rotundáról, amiről lebontottuk a lila házat, ennek bizonyos megmaradt alapkövek segítségével elkészült idénre az alaprajzi kiegészítése is. Úgyhogy ez most az idei évnek a terméke. Ez az a szentélyindítás maradt meg, ami alapján rekonstruálni lehetett az eredeti formáját. Innentől már én többet nem tehetek érte, de reméljük majd magasabbak is lesznek ezek a falak. Néhány lelet, amely előkerült a feltárásról. És hát ízelítőnek most készül egy 3D-s rekonstrukciós rajz, hogy érthető legyen. Itt a főtemplom, kis mellékkápolna, kis rotunda és maga a kolostor, de majd ezt térbe helyezve fog igazán nagyot mutatni. És hát fontos az is, hogy a rotundát azt használják egészen a 17. századig, keresztelőkápolnaként a bencések, tehát az is megmarad. És az is látszik, hogy ez a rotunda, ez korábbi, mint maga akkor 1042-es kolostor. Tehát én úgy gondolom, hogy a rotunda, az, azt szoktam mondani, hogy pata korabeli. De én megmerem kockáztatni majd a C14 vizsgálatok folytatásával, hogy lehet, hogy korábbi, mint Szent István kora, de legyen Szent István kori. És hát maga a Sárhegy, illetve ezek a lelőhelyek egy olyan hihetetlen régészeti kincseket rejtő területek, amit ezen túl is érdemes folytatni az ásatást, és érdemes ezt a vidéket újra régi fényében kezelni tudományosan és ismeretterjesztési szinten is, és feltárni ezeket a romokat, amelyekre igenis büszkék lehet a magyarság, és hát kívánom, hogy iskolák járjanak ide majd zarándokolni. És fent a Sárhegyen egyébként egy bronzkori feldvár, egy középkori ciszterna, és ki tudja még mi található, hiszen Aba Sámuel a kolostor alapításakor 1042-ben szőlőt, pincét és területet adományoz nekik. És hát maga ez a terület mostani állapotához képest sokkal többre hivatott, mint ahogy jelenleg alakul, de remélem, hogy ezek a régészeti feltárások hozzá fognak tenni, és a Magyarság Kutatóintézet további munkája hozzá fogja segíteni ezt a területet és a kulturális megújuláshoz úgy, hogy az őseink erejéből táplálkozva tudjanak majd az unokáink a jövőben irányt kapni. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.